Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a Barna Énekes Könyvünkből a 614. számú dicséret mind a három verszakát. A 614. számú dicséret mind a három verszakát, mely így kezdődik: áld lelkem Istened, dicsérd e szent nevet. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Kegyelmes édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel jövünk most eléd, megköszönve mindazt, amit atyai kezedből kaphatunk, mindazt, amit nekünk ajándékoztál az elmúlt héten is. Köszönjük, Urunk, hogy őrzöd egészségünket, köszönjük, hogy meghallgatod imádságainkat, és vigyázol szeretteinkre. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt a mai napon, ezen a mai vasárnapon, ezen a mai úrnapon is adtál lehetőséget, hogyha a technika segítségével is, de a te igéd üzenete eljuthat hozzánk. Hálásak vagyunk neked, Urunk, a te szeretetedért, amit Krisztusban mutatsz felénk. Kérünk, hogy itt a mai Isten tisztelten is hadd érezhessük át, hogyha távol is vagyunk a te házattól, távol vagyunk, Urunk, a templomtól, a megszokott helytől, ott a családi otthonokban hadd lehessen jelen a te igédnek ereje, hatalma,
és a Krisztusban felénk megnyilvánított, bemutatott szeretet hadd nyilvánuljon meg a te lelked ereje és hatalma által. Ezért könyörgünk, Urunk, hogy ezt az órát, amit veled tölthetünk most így, számítógépek, tévé képernyők előtt, szintén áld meg, szenteld meg, legyen ez olyan alkalmas idő, olyan erre kiválasztott, elrendelt idő, amikor a te hangod, a te szavad, a te jelenléted egész a szívünk mélyében helyet talál magának, megszólít bennünket, átjár bennünket, és formál a te akaratod szerint. Imádkozunk, Urunk, hogy a te akaratod legyen meg a mi életünk fölött is. Így a mai napon, ezen az Isten tisztelten, az előttünk lévő napokban, az előttünk lévő hetekben hadd tapasztaljuk, hadd éljük át, milyen jó az, amikor a te utadon járunk. Adj nekünk erre engedelmes szívet a te lelked által, segíts bennünket hűen követni téged. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom. Pál apostolnak, Efézusba küldött levelének, 5. fejezetének, a 15. versétől, a 17. verséig terjedőleg a következőképpen. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. A felolvasott igeszakaszt a tegnapi napra rendelte ki számunkra Isten a református bibliolvasó kalauz alapján. Nagyon jól ismert ige az elrendelt időről, vagy a gonosz időkről, az alkalmas időkről, arról, hogy hogyan figyeljünk Isten akaratára azért, hogy jól tudjuk ezeket az időket kihasználni. Azért választottam alapigeként a mai napra, mert nagyon erősen kapcsolódik az elmúlt heteinkhez, amely az időre, illetve annak jó kihasználására figyelmeztet bennünket. A legtöbb üzenet, ami az interneten elért bennünket, az arról szólt, hogy ez az idő valamire adatott nekünk, és ezt jól használjuk ki. A bibliai ige talán annyiban többet mond azért, többre mutat rá, hogy Isten az egész életünkre nézve mondja ezt. Nem csupán néhány hétre vagy hónapra, hanem az egész életünkre figyelmeztet bennünket, hogy igyekezzünk jól kihasználni az időt, életünknek az idejét. Miről is van itt szó? Kihasználni az időt. Ha csak magyarul is megfigyeljük ezt a kifejezést, kihasználni, használni az időt, arra mutat rá ez a kifejezés, hogy az idő a hasznunkra adatott. Azaz, az idő a javunkra adatik. Az idő a barátunkként adatik. Az idő társunkként adatik Istentől, ami számunkra. Azért kapjuk az időt, hogy többek legyünk általa, hogy gazdagabbak legyünk az eltelt idő által, hogy növekedhessünk az eltelt időben. Éppen ezért nem mindegy, hogy tekintünk az időnkre, az életünk idejére. Ellenségként vagy barátként. Úgy tekintünk rá, mint ami elvesz tőlünk, aki által egyre kevesebbek leszünk. Például előbb elveszi az erőnket, amikor öregedni kezdünk. Majd elveszi a jólétünket akkor, amikor nyugdíjasokká válunk. Utána elveszi az egészségünket, amikor idősödni kezdünk. Még nem a végén, az életünket is elveszi. Azaz ilyenkor az idő, amikor így tekintünk rá, hogy nem ad, hanem elvesz, akkor bizony úgy tekintünk rá, mint a mi ellenségünk,
ami fontos dolgokat rabol el tőlünk. De tekinthetünk az időre másképpen is, és az Isten igéje erre kíván bennünket ma fölhívni. Erre figyelmeztet bennünket, hogy az idő lehet a barátunk. Olyan barát, amely elhalmoz bennünket az ő ajándékaival, amely ad, és nem csak elvesz. És nem csak éveket ad, vagy az évekkel együtt nem csak tapasztalatokat ad, de bölcsességet, ahogy itt Pál apostol is írja ennek a gyülekezetnek, békességet, jó kapcsolatokat, vagy mondjuk így, hogy mélységet, elmélyülést az Istennel való kapcsolatban. Pál tehát arra hívja föl ezt az efézusi gyülekezetet, annak minden tagját, hogy használják jól az időt, legyen hasznukra jól az az idő, barátjuk legyen az idő, ami ad nekik, ami gazdagítja őket, ami elmélyíti őket az Istennel való kapcsolatukban, és e efézusi gyülekezeten keresztül ma bennünket is erre hív, hogy az időnkkel jól bánjunk, hogy a lehetőségeinket jól használjuk, hogy gazdagodjunk, hogy többek legyünk, hogy növekedjünk, hogy az Istennel való kapcsolatunkban erősödjünk. Kétféleképpen lehet jól kihasználni az időt. Erre szeretnék két rövid gondolatban rámutatni. Egyrészt Isten mindig biztosít arra alkalmas időt a számunkra, hogy találkozzunk vele, és ez a találkozás gyökeres fordulatot eredményezzen, okozzon az életünkben. Azaz Isten ad időt, hogy itt az ige mondja, ad alkalmas időt, megadja annak a kairoszát, ahogyan itt a Bibliában is ezzel találkozunk, megadja annak a kairoszát, hogy legyen lehetőségünk a megtérésre. Amikor nagyon-nagyon közel kerül hozzánk az Isten, amikor nem tudjuk nem észrevenni, hogy ott vagyunk az Isten közelségében, az Isten ekkor mindig megszólal és hív bennünket, hogy térjünk meg. Van egy bibliai történet, ami arról mesél, hogy Pál beszámol az életéről Agrippa király számára, elmondja neki az életét, hogy miképpen szólította őt meg a feltámadott Úr, és hogy miképpen változtatta meg az egész életét, és aztán érvelni kezd amellett, hogy az egész ószövetségi írások, könyvek, a proféciák mind-mind arról szóltak, hogy Jézus Krisztus lesz majd az, akit Isten messiásként elküld. És aztán annyira meggyőzően, annyira átélten, annyira erővel mondja, bizonyítja a Jézus messiás voltát, Krisztus voltát, hogy Agrippa király egyszer, aki csak hallgatja őt, egyszer csak felkiált, és azt mondja, hogy majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Majdnem, mondja Agrippa király. Tudjuk, Pál azt mondja, hogy nem csak majdnem, hanem szeretném, hogy te is, mindazok, akik itt hallgattok ma engem, olyanok legyetek, mint én, a bilincsek nélkül. Tehát Pál kifejezi számukra, hogy igen, ez a szándékom, hogy keresztényé legyetek. Egy másik bibliai történetben, Márk szerinti evangéliumban pedig olvasunk egy írástudóról, aki odaszalad Jézushoz, és azt mondja neki, hogy beszélgetni kezdenek Jézussal a legfőbb parancsolatról, és akkor ő is elmondja, hogy mit tud a legfőbb parancsolatról, az Úr és fele barátunk szeretéséről, és erre Jézus azt mondja neki, hogy nem vagy messze az Isten országától. Nem vagy messze. Két rövid történet, az egyikben azt mondja Agrippa, hogy majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek, a másikban pedig Jézus Krisztus mondja azt, hogy nem vagy messze az Isten országától. Közel és majdnem, de nem benne és nem teljesen egészében. Nos, erre mondja Pál a levélben, hogy vannak alkalmas idők, amikor az ember egészen közel ér ahhoz, ahol helye lenne, ahova be kellene lépnie, már majdnem ott van, és majdnem átadta az életét az Úrnak. Megvan a lehetőség, hogy igent mondjunk Isten hívásának, és mégsem történik meg, csak majdnem. Egészen közel volt, de mégsem. Ott volt az alkalmas idő, hogy döntsünk az Úr mellett, hogy átadjuk az életünket Jézus Krisztusnak,
és nem történt meg. De vannak pozitív történetek is a Bibliában, és szeretnék abból is egyet-kettőt megemlíteni. Az egyik Bartimeus története. A vakemberé, aki ott ül az út szélén, és amikor meghallja, hogy jön Jézus, akkor felismeri, hogy itt a pillanat, itt az idő, most vagy soha, ugye, hogy Petőfi Sándor írja. Bartimeus rádöbben, hogy most megy el itt a világ ura. Most van lehetőségem arra, hogy vele beszéljek. Most van egyedül lehetőségem, hogy meggyógyuljak. És kiáltani kezd, sőt, ordibálni kezd. Egyszerűen üvöltő hangon kiabál, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. És Jézus meghallja a hangját, és odahívja magához. És gyógyulás lesz a találkozásból. Kedves testvérek, ha átfordítjuk ezt a történetet, akkor bizony nekünk is megvan arra a lehetőségünk, amire Bartimeusnak megvolt, hogy ott van Jézus a közelünkben, és kiáltani kezdünk, gyere Jézus, gyere, találkozni akarok veled, gyógyulásra van szükségem van rád. Vagy ugyanezt látjuk Zákeus történetében is, aki meghallotta, hogy átmegy Jézus a városon, ott, ahol ő fővámszedő volt, és azt mondta, ő bizony találkozni akar ezzel a királlyal, és még egy fára is fölmászik, és a fáról nézi Jézust, és Jézus látja, hogy ott van egy ember, aki vágyakozik rá, aki nem számol presztízzel, tekintéllyel, nem számol azzal, hogy kinevetik őt, felmászik egy fára, egy tekintélyes, gazdag, vagyonos ember, mint egy kicsi gyermek, aki találkozni akar az Úrral. És Jézus nem megy el mellette. Zákeus is felismerte a saját idejét, az alkalmas saját idejét, amikor találkozhatott Jézussal, és ki is használta azt. És még Jézusnak egy tanítását szeretném idehozni, akkor, amikor Jézus azt mondja, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, akkor vajon mire gondolhatott itt? Miről taníthatott itt? Nem másról, testvérek, mint arról, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, az nem más, mint hogy az idő szorosságára figyeljetek oda. Az idő szorít, az idő szoros, és nem tehetitek meg azt, hogy legyintetek rá. Nem tehetitek meg azt, hogy azt mondjátok, ó, van még idő bőven mindenre. Igyekezzetek, mondja az Úr, mert szoros az idő, szorít az idő. Menjetek be ezen a szoros kapun. Igen, az előbb, amit mondtam, hogy sokan csak legyintenek ezekre a figyelmeztetésekre, ezekre a felszólításokra, mondván, hogy odébb van az még, ráérünk még azzal foglalkozni. Így van. Jézus is tanít a széles útról, a széles kapuról, amikor az ember úgy megy be, hogy hát nem szorít itt semmi, van mindenre bőven lehetőség. A gonosznak a műve ez, amely azt sugallja a fülünkbe, hogy van még idő, nem kell ez annyira forrón enni ezt a kását, ráérsz még foglalkozni az Istennel. És Pál ezért írja, hogy az idők igenis tudnak lenni gonoszak is, nem csak alkalmasak arra, hogy találkozzál az Úrral, hanem tudnak lenni gonoszak is. Azért gonoszak, mert el akarnak szakítani Istentől. Valahogy úgy látom én ezt magam előtt, hogy ki rendezi az idődet? Az Úr rendezi az idődet? Vagy a gonosz rendezi el az idődet? Mert ha Isten rendezi az idődet, akkor ott mindig lesz arra idő, hogy találkozz vele. Lesz idő, hogy meghallgasd őt. Lesz idő, hogy döntést hozzál, olyat, ami neki tetszik. De ha a gonosz rendezi az idődet, akkor hidd el, hogy úgy fogja rendezni, hogy ne legyen lehetőséged se találkozni Istennel, se átadni az életed, semmire. Mindig úgy fogja rendezni, hogy legyen mindig valami fontosabb, ami elengedhetetlen, nem maradhat el, a többi meg ráér. Az idő a gonosz kezében úgy néz ki, hogy a napi rended, a napjaid, a perceid, a pillanataid mind-mind arról szólnak majd, hogy egyre távolabb kerülj
Istentől. A gonosz idő el akar szakítani Istentől, a vele töltött időtől, az ő megismerésétől. Ezért van szükség az Isten akaratának megismerésére, mert akkor tudunk az időnkkel úgy bánni, hogy az alkalmas és áldott idő legyen az életünkben. Kedves testvérek, ahogy az előbb mondtam, ez az ige arra tanít bennünket, hogy az idő nem az ellenségünk. Az idő a társunk, és segít, abban segít, hogy napról napra többek legyünk, gazdagabbak legyünk, és bölcsebbek legyünk az Istennel való kapcsolatunk által. De ehhez az időt jól kell kihasználni. Azaz nem mindegy, hogy az idő a társunk, vagy a versenytársunk. Akkor használjuk jól föl az időt, amikor társunkká fogadjuk. Amikor meglátjuk benne a lehetőségeket, amelyeket kihasználva egyre többre és többre jutunk. És itt most nem a piaci életről, nem vállalkozásról, nem befektetésről, nem pénzszerzésről van szó, hanem a saját lelkünkről, a saját életünkről. Mikor tudunk gyarapodni lélekben? Akkor, hogyha az időt Istenre szánjuk. Pál azt mondja, hogy jól használjátok ki az időt. Ez azt jelenti ez a kifejezés, hogy éljetek jól a lehetőségeitekkel. Mert nem adódnak minden egyes pillanatban lehetőségek. Na de mire, hogyha nem a pénzszerzésre, mire fordítsuk az időnket? Ezt mondja Pál, fordítsátok azt Istenre. Használjátok ki az időt jól, éljetek minden lehetőségen, amely segít nektek az Istenből egyre többet és többet megérteni, átélni és őt szeretni. Használjátok ki jól az időt, amikor lehetőségetek van arra, hogy találkozzatok az Istennel, az ő szavával, az ő lelkével, az ő erejével, az ő hatalmával. Használjátok ki minden lehetőséget, hogy kapcsolatotok Istennel egyre erősödjön. Hogy egyre több tapasztalatot szerez, hogy milyen jó bízni az Istenben. Hogy az Isten nem csak egyszer, nem csak kétszer, hanem mennyiszer megóvott már. Mennyiszer ott volt melletted és bátorított már. Amikor azt gondoltad, hogy lehetetlen, akkor lehetségessé vált. Fordíts egyre több időt arra, hogy az Isten szava által egyre több ígéret érkezzen a szívedbe, ami által Isten bátorít és segít téged. Az ige szaván keresztül, vagy az imádságot csöndjén keresztül megszólaljon az Úr, és megerősítsen benned egy-egy szavát, egy-egy ígéretét, egy-egy fontos üzenetét. Használjátok ki jól a lehetőségeket. Legyen az idő a társad abban, hogy Istenre szánod azt. Legyen az idő a társad abban, hogy egyre többet és többet találkozhass Istennel az életed idejében. Mert amikor versenytársaddá válik az idő, akkor igaz az, amiről Pál is ír, hogy az idők gonosszá válnak. Versenyezned kell vele, és ilyenkor legyünk őszinték. Kire marad egyre kevesebb időd? Istenre. Legyen hát az idő a barátod, és váljon alkalmassá arra, hogy egyre több jusson belőle Istenre. Ehhez arra van szükségünk, hogy megértsük, hogy mi az Isten akarata. Az a görög szó, ami itt szerepel, arra mutat rá, hogy hogyan illeszkedik az ember akarata az Isten akaratához. Hogyan illeszkedik az ember gondolkodása az Isten gondolataihoz. Mert emlékezzünk csak Ézsaiás próféta szavaira, amikor ugye ezt mondja, hogy Isten ezt üzeni a prófétán keresztül, hogy mert a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én utaim. És mennyire igaz ez? Ezért mondja Pál apostol, hogy hozzá kell illeszteni a gondolkodásunkat az Isten gondolkodásához. Utainkat az Isten utaihoz. A mi akaratunkat, azt a szilaj, vad akaratot hozzá kell illeszteni az Isten akaratához. Akkor leszünk bölcsek, és akkor nem leszünk bölcsesség nélküliek, ahogy itt olvasuk a görög szövegben. Ha az Isten akaratát ismerjük, elfogadjuk, alávetjük magunkat neki,
akkor az Isten átjár bennünket a maga bölcsességével, nekünk ajándékozza azt. Hozzáilleszkedünk az Isten akaratához. Kicsit úgy tudom ezt elképzelni, bocsánat már eleve a gyermekies képért, de amikor ugye egy gyermek növekedni kezd, és már mondjuk ilyen ülőforma, és meg tudja különböztetni a kört a kockától, vagy a háromszöget a csillagtól, és ugye vannak ezek a játékok, hogy a csillagforma a csillagformán keresztül esik bele a játékba, a körformán keresztül esik bele, a négyzet formán esik bele. Hozzá kell illeszteni, máskülönben nem fog rajta átjutni. És ezért fontos, hogy felismerjük magunkra nézve, hogy a saját akaratunkat hozzáillesszük az Isten akaratához, mert csak akkor fog a kettő találkozni, és akkor fog egyáltalán működni, sikerülni az, hogy az Isten akarata az életünkben megjelen. Kedves testvérek, fontos ez, hogy hozzávessük magunkat, hozzáillesszük magunkat az Isten akaratához. Ezt talán a legképiesebben így lehetne mondani, hogy engedelmeskedjünk az Istennek. Hajtsunk térdet az Istennek. És akkor minden a helyére fog kerülni az életünkben is. És az idő nem versenytárs lesz, hanem barát, amely segít abban, hogy az Isten többet kapjunk. Mert ne felejtsük el, azt mondja Pál itt, hogy legyen az idő a barátod, azaz, hogy tudjuk ezt elérni? Ha hozzáillesztjük magunkat az Isten akaratához, ha elfogadjuk az Isten akaratát. Mi az Isten akarata? Mit szeretne az Isten? Az Isten szeretne egyre több időt tölteni veled. Szeretne egyre többet találkozni veled. Az Isten szeretne egyre többet beszélni veled. Az Isten azt szeretné, hogyha minél többet lehetne veled. Te is azt szeretnéd, hogy minél több időt tölthess el az Istennel? Ha te akaratod illeszkedik az Isten akaratához, akkor igen. Akkor kölcsönös ez a vágyakozás egymás után, és egyre több időt fogtok eltölteni egymással. Kövessétek hát mindazt, amit Isten mond, vessétek alá magatokat mindannak, amit Isten szeretne, akarati életetekkel. Lássátok meg, hogy mi az Isten akarata, illesszétek hozzá a ti akaratotokat, és legyen nagyon-nagyon sok hosszú időtök együtt, megszentelt időtök együtt az Istennel. Legyen ez alkalmas idő, amit itt a földi életben együtt tölthettek vele, és majd ott az örökké valóságban. Amen. Válaszoljunk a hirdetett igére, énekeljük el a 765. számú dicséretünket, minden verszakával énekeljük el, mely így kezdődik, jöjj az Úr vár reád.
Kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk a Krisztus által, újra csak köszönéssel, hálaadással jövünk eléd. Hálásak vagyunk, Urunk, a te igédért, annak tisztaságáért, annak útmutatásáért. Megvalljuk, Urunk, azt is, hogy oly sokszor az időnk valóban kifolyik a kezünk közül, nem értékes, nem értelmes dolgokra fordítjuk azt, nem veled töltjük, nem téged kutatunk, nem veled szeretnénk eltölteni azt. Kérünk hát, Urunk, hogy igéd erejével, lelked hatalmával adj vágyakozást arra, hogy téged minél inkább megismerhessünk, hogy akaratodat minél inkább láthassuk, érthessük, minél inkább szerethessünk téged, és lelked által segíts nekünk, hogy engedelmesek legyünk te neked. Segíts bennünket ebben az engedelmességben, Urunk, ne a te fenyegetéseddel, vagy figyelmeztetéseiddel, hanem leginkább a te végtelen szereteteddel, amit megmutattál számunkra a Krisztusban. Kérünk, Urunk, hogy ott a golgotai keresztnek a látásával, a megértésével kényszeríts bennünket térdre, és segíts bennünket abban, hogy mi is hűséggel, odaadással, szeretettel követői tudjunk lenni a te fiadnak. Mindenható Istenünk, eléd hozzuk gyülekezetünket, eléd hozzuk a testvéreket, eléd hozzuk a családokat, akikkel jó lenne már találkozni, jó lenne együtt lenni, jó lenne egymásnak örülni, egymásról tudni, hallani. Nem tudjuk még, meddig tart ez az idő, de tudjuk, Urunk, hogy ez is a te kezedben van, ez az idő is. Ezért kérünk, hogy tedd alkalmassá ezt az időt is arra, hogy téged minél mélyebben megismerjünk, és tedd alkalmassá arra is, Urunk, hogy egymás felé is oda tudjunk fordulni, telefonon, vagy internet segítségével. És tudjunk egymásról is, bátorítsuk egymást az ige által. Áldj meg bennünket, kérünk ebben a szolgálatban is, itt a gyülekezetben. Használj föl bennünket, hogy egymás javára is lehessünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy Krisztusért, a feltámadott Úrért meghallgatod imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem szeretettel, amiért imádkoztunk is, kérem is, hogy figyeljünk oda egymásra, hívjuk fel egymást, tudjunk egymásról, bátorítsuk egymást, azokat, akik egyedül érzik magukat, azok, akik csüggednek, azok, akik vágyakoznak, akár egy emberi szó után, keressük meg őket, bátorítsuk őket, legyünk mellettük. Szeretném megköszönni a gyülekezetnek az elmúlt hetekben tanúsított felelősségét az adakozásban is, és bátorítok mindenkit szeretettel az ige szavával, hogy jobb adni, mint kapni. Amen. Most pedig énekeljük záróénekünket, a 654. számú dicséretet mindegyik verszakával, mely így kezdődik, új szövetséged elfogadom.
Mindezek után pedig fogadjuk Isten áldását. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Áldjon meg!